A szövetséges ellenzéki pártokkal közösen rendezte meg juniálisát Keszthelyen az MSZP Zala megyei területi szövetsége. A Helikon strandon megtartott családi napra ezúttal nem hívtak országos politikust, hanem a közelgő önkormányzati választások miatt a Jobbik, a DK, az LMP és a Momentum megyei és helyi képviselőit invitálták meg. Sajtótájékoztatóján az MSZP megyei elnöke elmondta, Keszthelyen, Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Zalaszentgróton és Lentiben bizton állítható, hogy egy-egy ellenzéki jelölt lesz a polgármesteri székért. Fodor Csaba hangsúlyozta, a szövetkező pártok az eredmények érdekében lefejtették egymásról az ideológiai különbségeket, és arra a célra koncentrálnak, hogyan válthatják le a kormánypárti vezetést az adott településeken. Az esemény előadója, a Policy Agenda ügyvezetője, a zalaegerszegi születésű Kis Ambrus volt.